ezt a lehetőséget igazából barátokon keresztül, akik szintén a művésztelepen alkottak mindkét évben, hogy van Farmosi Gábor, aki a Lupaszigetnek a lakója, és akkor több festővel együtt meglettünk oda hívva, hogy ott alkossunk. Alapvetően képzőzeti egyetemre jártunk, legtöbben, akik vagyunk. A legnagyobb dolog az, hogy az ember kiléphet abból a nem csak munkamódszerből, mint művész, amiben van, hanem általában, mint ember, hogy kiléphet abból a szokásos ritmusból, szóval ez nyilván hasonló, mint egy nyaralás, az ember elmegy valahova, ott szép, jól érzi magát, ott van a tájban, hiszen emberként tud létezni, elkezd festeni, barátokkal van, sört iszik, beszélget, szóval úgy pont kerül a dolgok végére, egy kicsit megáll az ember, pihen, fest, nyilván sokat dolgozik, és ez úgy jót tesz az ember idegrendszerének, meg jót tesz a festészetnek is, szóval kellenek ezek a ilyen kimozdulások. Ez egy unikum, szóval ez nem egy tipikus helyzet. Szóval a Gábor úgy szervezi a dolgokat, hogy ez tulajdonképpen az ő saját privát paradicsomát nyitja meg nekünk, és oda invitál minket. Értéket szerettünk volna teremteni. Az volt a cél, hogy fiatal művészekkel együtt dolgozzunk, inspiráljuk őket, időnként jó értelembe véve provokáljuk, és olyan dolgok szülessenek meg, ami nélkülünk esetleg nem születtek volna meg. Budakalászon élünk most már 20 éve a Lupaszigeten, és a lányomon keresztül ismertük meg Kürös Lászlót, akinek a rajzkörébe jár, egy barátság alakult ki, és tulajdonképpen őt kértem meg, hogy segítsen a barátaival, alkotótársaival megszervezni ezt a művésztelepet. Tavaly volt az első, sikerünk volt, az emberek szerették, mint egy 140 kép vagy egyéb alkotás született összesen. Folytatni szeretnénk, nagyon sok tervünk van, például ez a kiállítás, a Living Gallery jóvoltából lehetőségünk volt itt a belvárosban is bemutatni egy válogatást. Alapvetően ez a galéria lehetőséget kínál arra a fiatal magyar művészeknek, hogy meg tudják mutatni azt, amit ők alkottak és létrehoztak. Természetesen vásárolunk is képeket, és meg is jelnek nálunk, de ezek elsősorban az a célon, hogy tetszik és szeretjük őket. Részben tudjuk csak abból azt megtenni, hogy ezzel valóban támogassuk is a művészeket. Ha befektetés oldalról közelítjük meg, akkor azért lehet jó a művészetbe a befektetés, mert diversifikálni tudja az embereknek a befektetéseit. Én ezt tartanám jónak, hogyha valaki tetszik egy kép szép, hazaviszi azért, hogy lássa, és mellesleg úgy gondolja, hogy ez egy jó befektetés is volt.